Kormányprogramjának ismertetése előtt az elmúlt két év eredményeit sorolta fel Ana Brnabić a köztársasági képviselőházban. Mint mondta, Szerbia sikeresen kezelte a koronavírus járványt, az utóbbi két évben számos infrastruktúrális projektet valósított meg, ezeket a projekteket pedig folytatni kell. Hozzátette, az előttünk álló időszak azonban sokkal nehezebb lesz, mint az eddigi évek voltak, és a világnak számos kihívással kell szembenéznie. Ezért az új szerb kormánynak is ugyanaz lesz a célja, mint mindenki másnak Európában, az energiabiztonság szavatolása. Moraćemo u ovo da unesemo svo svoje znanje i energiju, da budemo hrabri, da pokušavamo nove stvari, da menjamo ustaljen način razmišljanja, usvajamo inovacije, da se oslonimo na sopstvene kapacitete i pokažemo da i sada u ovoj oblasti možemo da ponovimo ono što smo radili u zdravstvu u prethodne dve godine. Brnabić kitért arra is, hogy Szerbia folytatja európai integrációját, ugyanis az Európai Unióban látja a jövőjét. Hozzátette, az egész nyugat-balkáni térség csak akkor lehet stabil, ha az európai család részét képezi. Dugo smo, poštovani narodni poslanici, slušali o tome da je za naše integracije najvažnije da ostvarimo značajan napredak u oblasti vladavine prava. A danas potpuno jasno razumemo poruke iz Evropske unije da dalji napredak zavisi od dva pitanja. Pod jedan, da li ćemo se već sada usaglasiti sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, odnosno da li ćemo uvesti sankcije Rusiji. I pod dva, koliko brzo i na koji način je moguće doći do finalnog sporazuma o normalizaciji sa Prištinom. Az új kormánynak 25 minisztériuma és 3 tárca nélküli minisztere lesz, és ezzel a 2000-es demokratikus fordulat óta ez lesz a legtöbb tagú kormány. Az előzetes bejelentések szerint azonban az új kabinet mandátuma sem lesz teljes. Várhatóan 2024-ben ismét előrehozott választást tartanak Szerbiában.